A BMW szándékosan késlelteti az új elektromos modellek kiadását, és ma meg is mondom, hogy milyen magyarázattal indokolják ezt. Úgyhogy üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Régen beszéltünk már az elektromos autókról, tudod, hétfőn, Sikervitamin tanúság az elektromos autó, az autózás tükrében. Úgyhogy ma megnézzünk egy pár érdekes híreket, pár érdekes információt, amely mindegyike tartalmaz tanulságot, amit részben vagy egészben tudsz használni majd a saját vállalkozásodban. Először is, ami nagyon érdekes, hogy a Tesla, amikor bevezette a, a Model s amivel gyakorlatilag tényleg széles körben elterjesztette a használható elektromos autót, tehát is a luxus kategóriában, akkor egy egészen különleges állatot tett. Azt mondta, hogy az élettartalmára az autónak ingyenes töltést biztosít a superchargereknél a saját töltőiknél. Erről már beszéltünk egyszer, ez egy különleges ajánlat. Képzeld el ezt, ha mondjuk veszel egy hasonló áron 100 000 euróért mondjuk egy luxus kategóriás Mercedes, vagy egy A8-as Audit, és azt mondják, hogy az egész élettartama alatt ingyen tankolhatsz. Tehát ez egy Lehetetlenül jó ajánlat, ami azt mondom, hogy mindent üt, és ráadásul minden hagyományos kategórián kívüli. Tehát nem egy picit több, egy picivel más, egy picit jobba, nem tudom én a GPS-e vagy egyebek, picit nagyobb a képernyő, hanem egyszerűen egy olyan kategóriát nyitott meg, ami nem volt. És senki nem mert még utána menni, mert senkinek nem volt ekkora bátorsága ötlete egyetlen egy cég indult most utána ezen az úton, méghozzá a Porsche, aki az én megítélésem szerint az egyedüli, aki komolyan veszi az elektromos autóra való átállást. Ugye a porsche kellemetlen lehet, hogyha a sportkocsi a mellé odáll mondjuk egy Tesla, és helyben ott mondjuk még a Model 3-as is akár egy átlagos porsche tehát neki nem elég az, hogy bekerüljön a szupersportkocsik kategóriájában is elektromos konkurenciájával föl tudja venni a versenyt, hanem fontos az, hogy el is terjessze. Ezért érdekes hír az, hogy az új Porsche, a Taycan, ahogy az elektromos autó, elektromos sportkocsijának például biztosítja, sajnos csak Amerikában, ugye, ez sokszor előfordul, hogy csak Amerikában adnak ilyen előnyöket, az, hogy három évig ingyen lehet tankolni, az Electrify America nevezettük közel 300 töltővel rendelkező töltőhálózatban. Ez egyébként meg kell jegyeznem egy nagyon fura dolog, hogy például a Volkswagen, amikor ugye kitölt a dízel botrány, akkor Amerikában vissza kellett vásárolni, meg kártérítést kellett fizetnie minden egyes Volkswagen vevőnek. Itt maximum annyi volt, hogy behívtak egy, egy szoftver update-re, és kaptál egy kávét Európában. Szóval hihetetlenül más a, a az ügyfél értéke, hogy az ügyfélre tekintenek, Magyarul itt nem sokban néznek minket. Európában a saját német autógyárak Ahhoz képest, hogy Amerikában ezt teszik De visszatérve a marketingre Szóval egy zseniálisan jó ötlet Valószínűleg egy 100.000 eurónál kezdődő Porsche taycan Nem egy óriási költség, hogy három évig ingyen lehet tölteni Mert valószínűleg ez csak pár ezer dollár lesz Ami igazából elhanyagolható, vagy legalábbis beletervezhető az árába. Úgyhogy egy nagyon érdekes dolog az, és ezen is érdemes elgondolkoznod, hogy tudsz-e valami olyat nyújtani, azt hiszem a Kioszérának, vagy nem is tudom, valamelyik nyomtatós cégnek volt egy ilyen ajánlata, hogy árultak színes nyomtatót, vagy fekete fehér nem tudom, és azt mondták, hogy a fekete-fehér a nyomtató teljes élettartamára a toner, fekete-fehér toner az ingyen van. Tehát ez egy egészen új kategória, egy egészen új dimenziót nyit meg. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes tanulság, hogy tudsz -e olyan előnyt, olyan dimenziót megnyitni, amit a többiek nem tudnak, nyilván ezt bele kell az árba, nyilván ezt nem lehet egy olcsó termékhez adni, hanem egy prémium kategóriáshoz, de a prémium ügyfél lehet, hogy különösen fogja értékelni ezt a gesztust, ami egyébként kiszámolva persze természetes, hogy ki fogja fizetni, hiszen egy fénymásolás ki lehet számolni, hogy mondjuk van 150-200 ezer nyomtatási élettartam, és az alatt lehet, hogy 6.000 vagy 10.000 forint neked bekörül, és jár, mint gyártónak a toner, tehát egy 100.000-es, 100.000-be kerülő fénymásróban nyugodtan adhatod ezt az ígéretet, hogy ingyen adunk hozzá tonárt a teljes élettartamára. Tehát ez egy érdekes dolog, egyébként, mint mondtam, a Porsche szerintem az egyedül, aki komolyan veszi ezt az elektromos autó dolgot, hiszen szégyenben maradna, ha nem térne át elektromosra, és ami nagyon érdekes, a Szintén a pozicionálásban, hogy nem beszéltünk a töltőáramról, hogy 800 voltos, a többi meg 400, ez azt, nem mond semmit. De az az információ, hogy 4 perc alatt 100 kilométert lehet beletölteni, mert akkor a hatós távnak megfelelő elektromos áramot lehet beletölteni a, a, ebbe a Porsche tájkámba ez azt gondolom, hogy sokat elmond, tehát egy 200 km-es távolságot mondjuk lemenni Kanizsára Budapestről, vagy lemenni Nyíregyházára, az nagyjából 8 perc alatt föl lehet tölteni, az alatt iszol egy kávét, eszel egy hamburgert, és már mehetsz is tovább. Tehát ez már nagyon-nagyon-nagyon használható a kategória, ráadásul az egész autónak 400 km lesz a hatótáv. Úgyhogy ez egy érdekes tanulság, hogy tudsz -e olyan, Élettartam szolgáltatást adni, ami be tudsz építeni egy prémium termékbe, és üt minden konkurenciádat, egyszerűen egy új kategóriát nyitsz. Aztán a BMW, amit ahogy kezdtem az elején a videónak, a BMW-nek az egyik Betriebsrat, ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy üzemi tanácsnak, vagy igen, üzemi tanács, vagy szakszervezetnek az elnöke. Egyébként ez a bizonyos, hogy is hívják? Manfred, sok, ez tulajdonképpen egyben a vezérigazgató helyettese is. Ő például követeli azt, hogy az, a, az autógyárak, a német autógyárak fogjanak össze, és közösen hozzanak létre egy akkumulátor kapacitást. Tudni, ki vannak szolgáltatva a kínai és japán, de főleg a kínaiaknak, és ezt majd látni fogod a videó vége felé, hogy ez milyen hatással van mondjuk az Etronra. És ami érdekes, hogy a BMW ezen főnöket, tehát ez a Manfred sok, azt is mondja, hogy nem engedik meg, mert a szakszervezet, és egy marha érdekes dolog, hogy hogyan tud befolyásolni, mint a szocializmusban egy szakszervezet, mondjuk egy cégnek, egy magáncég, milyen még kimondta egy magán családinak mondható cég, család tulajdonban lévő cégnek mondható, hogyan tudja befolyásolni a jövőjét, azt mondta, hogy ne Mexikóba, vagy ne uh, valahol, igen, Kína, vagy Mexikó legyen az, ahol majd gyártani fogják az új i4-est, illetve az Inex, tehát a, a, az elektromos új modelljeit, hanem Németország, hogy munkahelyeket őrizzenek meg vele. Ezért azt mondja, hogy majd 2021-ig úgymond visszatartjuk a gyártást, és akkortól már meg tudjuk azt tenni, hogy a meglévő gyártó szalagokon, a benzinesek mellett azonos szalagon tudjuk majd gyártani az elektromos modelleket is, ahelyett mondjuk megszólva, hogy Kínában zöldmezős beruházásban gyárat építenénk, és olcsó tudnánk gyártani. Hát ez egy érdekes gondolat, és meg lehet tenni azt, hogy a BMW visszafogja az új modellek kiadását, de visszafogni a piacot nem fogja tudni. És most már tucat számra jönnek be újabbnál újabb modellek. Ráadásul a Model 3 az első hónapban, a Tesla Model 3 az első hónapban átvette a piacértő szerepet az elektromos autók között, azt hiszem havian 3600 körüli eladással Európában. Tehát nagyon érdekes, hogy vissza akarják tartani, mondvá, hogy majd azt hiszik, hogy addig vár a piac, aval a célnal, hogy ne veszítsenek munkahelyeket Németországban. Letével persze, persze még többet fognak veszíteni, de ez egy érdekes, érdekes dolog, érdekes tanúság. Én azt gondolom, hogy nem szabad várni. Azt gondolom, egy olyan forrásban lévő um, ilyen új piacon nem szabad két évet elveszteni. Két év az egész élet lehet. És most tartom egy könyvbe egy nagyon érdekes dolgot. Egy nagyon érdekes, nagyon sarkos és nagyon um, erős definíciót. Lehet, egy picit először fájni fog, de nagyon érdekes és igaz. Azt mondta az író, hogy a Perfekcionizmus, tehát a tökéletesre való törekvés, aki azt mondja magáról, hogy én perfekcionista vagyok, az valójában gyáva ahhoz, hogy elkezdjem valamit, és gyáva ahhoz, hogy be is fejezze azt. És ez egy, hú, ez egy nagyon pökhendi kifejezésnek tűnhet, pedig erről van szó. Aki aki a perfekcióra törekszik, és a tökéletes, és addig nem adom ki a kezemből, és addig, addig el se kezdem, hogy tökéletesen föl nem készültem, mint, a, mint ez a bizonyos Manfred Schoch mondja, ez tényleg azt mondja, hogy félek attól, hogy nem jó a termékem, félek attól, hogy kivigyem a piacra. Magyarul be vagyok rinyálva attól, hogy amit elkezdjek, vagy befejezzek. És lehet, hogy erre majd nyomsz egy ilyet, és nem tetszik, de gondolkozz el ezen mélyen, és rá fogsz jönni, hogy így van. Hiszen az a legfontosabb, hogy egy olyan piacon, ahol nincs idő, ahol, ahol a keletről nyugatra mindenfelé a világ nagy gyártói, sőt, a gomba, nő, gomba módjára nőnek ki úgy gyártók, majd ugye beszélünk erről is, akkor nem teheted meg azt, hogy, hogy két évet vársz szakszervezeti uh, okok miatt. Uh, mert lehet, hogy úgy gondolod, hogy megőrzöl egy pár munkahelyet, de lehet, hogy mindet elveszíted. Ez egy érdekes, érdekes dolog. Azt, ami érdekes volt, és nekem nagyon uh, tetszik, ez a bizonyos új uh, polsztárt nevezetű, nevezük így, hogy egy almárkája a Volvónak, tehát hangsúlyozok, hogy nem a Volvo, de mégis a Volvo csoporthoz tartozik, úgyhogy érdekes, hogy ez a bizonyos új modellje, amit ráadásul ki fognak hozni ebben az évben, vagy hát lehet, hogy elkésve jövő év elején, de körülbelül 40 ezer dollárért, vagy euróért lehet majd kapni, 400 kilométert megy el, és nagyjából 400 lóerős, az induló prémium, tehát a startoló prémium az 60 ezerről kezdődik, de a, standard az 40 ezer lesz, nagyon jól néz ki. Nagyon jól néz ki, versenyképes, a Volvo technológia és minősége áll mögötte, úgyhogy bődületesen nagy baromság a BMW részéről, hogy vár, ahelyett, hogy kihozna új modelleket. Egyébként az egész mögött 2010 körül ez a Gili koncern, ez egy, ez egy kirai koncern, akinek a tulajdonosa Li Shufu nevezetű úriember, ő vásárolta meg a Volvo-t. 2010-ben megvásárolta, kínai kézbe került, lehet, nem is tudsz róla, hogy már 9 éve kínai tulajdon van a Volvo, és azt írják a, a szakértők, hogy onnantól kezdett el virágozni, és nagyon érdekes ez is, még egy tanúság, mert hagyták dolgozni az embereket. Tehát nem rátelepedett az új tulajdonos, hanem szabad kezet adott a menedzsmentnek, a fejlesztőknek, és érdekes módon azóta elkezdett őrült módon növekedni a Volvo, és nem csak a forgalma és az eladások nőttek, hanem a nyereség is nőtt, tehát valami 15 vagy 20 milliárd körül van a nyeresége, és aztán 24 százalék a bevételre számítva, hogy a magas az autógyártásban. Szóval ennek a, a Lee Shufu nevezetű úriembernek a, a Gili koncernje, egyébként egy gombanőd, mód növekedő e, autógyára van, egy óriás autokoncern egyébként Kínában, és saját e, gyártmányai vannak, már nem koppintásai a nyugatiaknak. Például iszonyatos riadalmat keltett a németeknél, mert 10 ot 9,7 kal bevásárolta magát a Daimlerbe, tehát a Mercedes gyárba, is ezzel a legnagyobb részvényese lett, és helyből a kínai, akitől féltettek eddig minden információt, jaj, csak a kínaiak meg ne tudják, egyből beült a, a vezető, vagy a, a, az elnök bizottságba, és gyakorlatilag a menedzsmentnek az egyik meghatározó és legnagyobb szavó embere lett nulláról, egy ráadásra a is tulajdonló, és Kínában egy óriás cég. Tehát hihetetlen, hogy milyen módon, milyen módon kerül veszélybe Európa, az európai gazdaság. Az is egy új hír egyébként, nem tartozik itt az autókhoz, de nem tudom, mennyit olvastál ebbe a témába. Gyakorlatilag ez tényként közdi már elég sok gazdasági szaklap, hogy a kínaiak megszállták Olaszországot. Gyakorlatilag amit lehet felvásárolnak, de menjen egyébként Velencébe, tényleg döbbenetes, minden étteremben egy kínai nagy darab nő áll a kasszánál. Nem ugyanaz az egy darab nő, de legtöbbször egy kínai. Mi voltunk a feleségemmel, és egyszer nem tudtuk elkerülni hogy ne kínainál. Együnk pizzát egy hagyományos pizzériában, Velencében. Szóval ez egyébként a közép rétegre, a technológiailag nagyon fontos, a németeknek nagyon fontos, és a német gépgyártásban nagyon fontos rétegre is rátette a kezét, és hihetetlen tempóba kezdik fölvásárolni a technológiai cégeket, akiknek nincsen utód főleg, és ezzel ellen a németek sem védekeznek, csak nézik, mint majom a moziban, ahogy felszabálják a, a kínaiak a a közép vállalkozásokat, középvállalatokat, a technológiát kiviszik, és van érdekes, egy ilyen cégről olvastam, egy elég komoly nagymúltú cégnél, ahol például annyira leromlott ugye a menedzsmentnek a, a viselkedése az alkalmazottakkal, hogy e, ilyen szakszerzeti sztrájkot szerveztek, és akinek nem is értették, hogy mit akarnak ezek, és nullát nem tudtak velük e, kezdeni, akkor nem dolgozott a cég, nem érdekelt a kínaiukat, nem is értelmezték ezt az egész dolgot, mert mi az, hogy szakszerzet van egy cégbe, ki vagytok rúgva. Szóval nagyon érdekes, hogy merre halad. És végül az Audi e, információ nagyon tanúságos, audi írják azt, hogy Brems Battery Engpass di e tron produkció. Tehát a, a szűk keresztmetszet az akkumulátor gyártásban, illetve pontosabban szállításban az korlátozza az Etron gyártását. Az Etronból egyébként úgy tervezik, hogy kb. 300-at gyártanak újabb uh, napi szinten, de, de nem tudnak csak 150-et, mert nincs akkumulátor, tehát körülbelül 50%-kal fogja vissza a kapacitás. Vevő is lenne, tudnának gyártani 300-at, ami ugye egyébként, hát ugye van 1500 darab, ami a negyede, harmada, negyede annak, mint amit a Tesla gyárt egyébként, tehát ez egy nagyon kicsi darabszám még ahhoz képest, amit egy kicsi cég, mint a Tesla gyárt, de még ezt sem tudja sajnos, és ez rámutat egy nagyon komoly problémára, hogy amire egyébként a BMW-nek ez a bizonyos szakszerzeti főnöke helyesen rámutatott, ebbe igaza volt, hogy amíg nem lesz saját gyártásuk, Akkumulátorból, onnantól kezdve zsarolhatók és kiszolgáltatottak a német gyártók, és ez meg is történik, mert fokozatosan emelik a kínai, illetve az LG is, azt hiszem, mint, mint beszállító az akkumulátorok árát. Így gyakorlatilag azt szokták mondani, hogy lehetetlen lesz azt, amit a, a Volkswagen ígérget, hogy nem tudom, hogy hány modellt hoz ki, meg hány millió már ugye eddig azt mondták Németországra, hogy export világbajnok ugye a németek, és a, és a, a, Volkswagen ugye az egyik export, auto export világbajnok Németországban, de most már a nagyot mondásban is világbajnoknak mondják, valószínűleg lehetetlen. Egyébként érdekes dolog, hogy a Porsche, amiről beszéltem a taycan annyira meglepően nagy a kereslet rá, hogy a tervezett éves 20 ezer darab, amit egyébként egy hónap alatt gyárt le nagyságrendileg a Tesla, csak érdekességként, azt fölemelték 40 ezerre, nyilván lesz a akkumulátorjuk, de onnantól kezdve egyszerűen 40 ezeret kell gyártaniuk, mert olyan mértékig ö, nagy az igény. Úgyhogy nagyon érdekes, és ez egy fontos kérdés lehet, hogyha látsz te a saját iparágadban egy jelentős átalakulást, akkor, akkor megteheted-e, hogy, 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 nem állsz az élére, mondjuk, mint egy BMW teszi, és azt mondom, hogy még két évig visszatartok dolgokat. Tehát abszolút fatális hiba a mai világban az, ha valaki a tökéletességre, meg a, majd eljön a megfelelő időpont szokták mondani, a sok könyvben, hogy mikor a legjobb időpont egy vállalkozás elkezdéséhez, vagy bármilyen új dolog elkezdéséhez, vagy egyet az életed megváltoztatásához. És erre egyetlen időpont van, a most, a jelen. És ezt eltolni még két évvel ebben a forradalmi időszakban egyszer döbbenetes. Úgyhogy remélem, hogy persze ettől függetlenül, hogy ez a két év eltolás hülyeség szerintem, remélem, hogy meghallják a szavát, és valahol a németek fölállítanak valamilyen akkumulátorgyárat, mert egy nagyon érdekes dologra olvastam szintén, azt hiszem a Volkswagen esetén volt, de ebben nem vagyok biztos, hogy valami kínai gyártótól veszi azt az e az akkumulátor, pontosabban nem az akkumulátor, az egészet nevezük akkumulátornak, a cellát, meg amiből összerakják az akkumulátort, azt nevezük cellának. A cellákat veszi Kínából, és a gyártó egyre emeli az árat. Akkor úgy döntött a Volkswagen, hogy saját gyártást és saját technológiát fog kidolgozni, és akkor azt mondta neki a kínai gyártó, oké, okay, rendben van, ha ezt teszed, akkor viszont szóval nem hosszabbítom meg neked a szállítást, épp elég más van a piacon, a szerződésedet nem hosszabbítjuk meg, és onnantól kezdve fejreállsz. És ezért le kellett állítani, ha jól tudom, ilyen irányú próbálkozását vagy, vagy terjesztését. Lehet értő függetlenül persze elnyitanak valamilyen gyártást, de, de egyszerűen megzsarolták a volkswagen és az a baj, hogyha ennek a zsarolásnak enged, akkor még inkább a, a zsarolók szorításába kerül. Tehát nem egy egyszerű probléma, szó van, és főleg azért, mert az autógyárak azért akarják e, megtartani, úgymond, azért tartják vissza az elektros, azért akarják megtartani a robbanó motorost, mert a robbanó motoros autóknál, ugye a kasznin kívül a legtöbb tartozékot legyen az elem, vagy lámpa, vagy futómű, vagy, vagy műszerfa, vagy bármi, bovdenek, kábelek, kábelkötek, a legtöbb dolgot készen veszik beszállítóktól. Igazából ami hozzáadott értékük az az autó kasznia, nyilván a tervezés, a marketing persze benne van, és a motor, a high-tech motor. És ha ez kiesik, akkor ezért félnek, tehát ettől fél ugye a, a, ez a bizonyos VW chef, vagy a BMW chef is, vagy főnök is, hogy kiesik az a hatalmas profitot generáló, több tízer embernek munkát adó motorgyártás, ami tulajdonképpen a sziva lelke nagyjából az autógyártóknak. És ha ezt vissza akarják tartani, akkor sem lehet valójában megállítani a piacot. Úgyhogy ez érdekes tanúság. gondoltam, hogy kicsit elhozok egy pár érdekes híreket az autós világból, attól függetlenül hogy lehet, hogy még mindig nem érzékelet, hogy átalakult a világ, folyamatosan átalakulóban van. Most nemrég láttam egy nagyon érdekes kis filmet arról, hogy hatalmas nagy ilyen vév, azt hiszem így hívják, vév túrát, vév trofi, így találod meg, szerveztek, ahol elég sok, nem tudom megmondani hogy mennyi, de lehet, hogy száz vagy még több elektromos autóval, motorral, KTM motorokkal, egyebekkel túrát szerveztek itt Ausztria és Svájcban, Hihetetlen, hogy milyen örömmel fogadták minden faluban, ünnepeltek, buddhisztak, bementek a KTM-hez, aki szintén az elektromos motorokkal, úgy tudom, előre akar törni, és elektromos kerékpárokkal nyilván. Szóval egyszerűen egy új mozgalom alakul, egy új, egy új izgalmas világ alakul ki, nem lehet visszatartani a régit. És persze nyilván a YouTube-nak köszönhetően földobott egy-két érdekes videót megint, és hát nagyon-nagyon nagy gáz van a robbanó motorokkal. Például most olvastam hogy a legújabb ötös ös BMW-knél, az öt 30 asok dízeleknél, ilyen 100-120 ezer kilométernél nem javasolnak többet menni az autóval, mert nagyjából ott van a motor élettartva. Nem a motornak, hanem a kiegészítő és túl bonyolított kiszolgáló eszközöknek, kipufogó gáz, visszavezetés, katalizátor és így tovább. Az egész rendszer, olyan, nem a motor rossz, mert a motor ugyanaz, mint 10 éve, 15 évvel ezelőtt az a hat soros, hanem ami, amivel túlbonyolították, ugyanígy katasztrófa, erről is láttam minden érdekes dolgot, hogy nagyjából 100-100 km a legtöbb 2000-es TSI, tehát a, 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 benzines turbomotorja is tökre megy, például a volkswagen a, a méregdrága Audi-ban, és szóval nagyon érdekes, hogy a világot nem lehet megállítani. Úgyhogy Kíváncsiak, hogy te milyen új híreket hallottál, hogyan tudsz ebből tanulni, vagy mi az, amit le tudsz vezetni a saját magad világába. Én azt gondolom, hogy ha valamit nem lehet megállítani, akkor az élére kell állni. És nézd meg, hogy a teiparágatban van-e olyan dolog, amivel, mint például az előbb ke elején kezdtük ezt a bizonyos ingyenes tankolást, ingyenes elektromos áramtöltést, tudsz-e valami olyat csinálni, amivel forradalmistod a saját területedet, hiszen az legnagyobb innováció nem az, hogy kitalálsz van világra újdonságot, hanem máshonnan, más iparákból, más területről, más kontinensről elhozol egy ötletet, amit vegyítesz a saját termékeddel, a saját szolgáltatásoddal, aminek eleve már minőségére kell lenni, és ott egy teljesen új dolgot hozol létre, ami velem tud versenyezni a konkurencia. Úgyhogy várom a hozzászólásod, és holnap nézzünk egy pár nagyon érdekes témát arról, hogy mennyit ér az ember, vagy te mennyit érsz meg másoknak, mert kicsit kiakadtam valakire, de el fogom mondani holnap a szorít, mit lehet ebből tanulni, és hogyan tudod bevizsgálni a te körzetben lévő embereket, barátokat, ügyfeleket, hogy mennyire értékelnek téged és te mennyire értékeled őket, vagy saját magad. Úgyhogy sok sikert várom a hozzászólásod, legyél aktív, ciao.